Két orvos, két nyelvtanár, egy grafikus, egy építész és egy óvónő. A héttagú Prémvadászok zenekar 5 éve alkot Nyíregyházán. A műfaj az rock and roll, de a rock and rollnak nem a keményebb, zúzós változata, hanem egy lágyabb, befogadóbb, egy énekelhetőbb rock and roll fajta. Nagyon fontosnak tartjuk a szövegeinkben a humort, anélkül, humor nélkül nem tudjuk megírni a dalainkat sem. Szerintünk ez rettentően fontos egy szövegben, nem csak a zene legyen a helyén, hanem valóban egy könnyen énekelhető, elgondolkodtató szöveg legyen humoros formában. A zenekar nyíregyházi tájékoztatóján elhangzott, az Európai Tanács internetes gyűlöletbeszéd elleni kampányára is készítettek dalt. A zenekarunk menedzsere dr. Nedeczky Zsolt, akinek a lánya egy olyan egyesületnél dolgozik Budapesten, aki ebben a kampányban részt vesz. És a Zsolt hallva erről a kampányról, egyszerűen kitalálta ő maga egyébként, ő volt az ötletgazdája ennek, hogy a zenekarunk írjon ehhez egy kampánydalt. Ezt meg is tettük, beadtuk a kész munkát a szervezőknek, a kampány szervezőinek, és olyan módon talált a dolog örömünkre, hogy egész Európában ez lett a kampánynak a támogató dala. Az együttes most megjelent első lemezén a No Hate Speech Movement mozgalomra alkotott dal is hallható, magyarul és angol nyelven egyaránt. A lemez a Zsír nevet kapta, a Prémvadászok ezzel utalnak az első saját, Zsíros kenyér című dalukra, ám a szlengben használt zsír kifejezés a lemez minőségére is utal, vélik a zenekartagok. A formáció tájékoztatóján elhangzott, a lemez a nyíregyházi zenei élet egészét megmozgatta. A borítót például Barta Tamás, a zenekar basszus gitárosa tervezte, a felvételekért és utómunkálatokért pedig a szintén nyíregyházi Pál Mihály felelt. A Prémvadászok első lemez bemutató koncertjét péntek este egy belvárosi étteremben szórakozó helyen tartja, a közel másfél órás koncertet a Kölcsei Televízió rögzíti, a felvételt jövő héten láthatják.